Ez egy gyárekek. Nem menjünk vizitába, na. El kellett napoljuk az asszonnyal az összejövetelt, mert nagy a vihar. Itt is esett reggel, és a Tampa környékén hatalmas nagy vihar lesz, a radart megnéztük, és nagyon durva lesz, hogy az eső mosott volna nagyjából egész nap menet és jövet, és hónap neki nem jó, mondtam, jövök hónap inkább, de azt mondta, jövő hétvégén jó, úgyhogy el lett halasztva a jövő hétvégére. Ja, hogy itthon leszek ma, és fogok működni itt benn, mert kint még lehet fogásni, és vizes minden, úgyhogy elépek előbb a postára, mert várok valamit, és azt írja, hogy Delivery Exception. És le kell menjek. Még cetlit se hagytak. A menet még egyszer megnézem, mert mikor néztem meg, pénteke, csütörtök este, vagy mit tudom én. Nem, péntek délbe. Na mindegy. Menjek, elépek a postára. Felveszem ezt a csomagot. Fel kell a sógornak tegyek még egy csomagot, de előbb ezt fel kell vegyem, már ez egy mérleg, ami jön. Áramlott a régi mérlegem, és nem tudok nagyobb csomagokat mérni, ez a kicsi mérlege, ami van. Van két kicsi mérlegem, de ilyen meddig mérnek, azt hiszem, ha 4-5 pandig, vagy max 10-ig. Ez egy nagy csomag motoralkat részekkel, amit kézire kell küldjek. Úgyhogy el kell menjek előbb. Úgy volt, hogy megjön ez a mérleg szerdán, de aztán azt mondták, pénteken jön meg, de kiderült, hogy nem a FedEx hozza, hanem a USPS a FedExen keresztül. És mikor a USPS hozza, ugye az állami maffia posta, hogyha nem fér bele a posta, nem hozzák ide a kapuik, hogyha nem fér bele a postaládába, akkor el kell menjek 40 kilométerre van a hely, honnan fel kell venni Collier Boulevardon. Úgyhogy ja, menjek, vegyem fel a mérleget, csak akkor neki kell, hogy összeállítsam az alkatrészes csomagot. És lehet, ma már nem fogom feltenni. De már akkor megint vissza kéne menjek, ugye? Tehát elhozom mérleget, hazajövök, össze kell állítsam a csomagot, meg kell vegyem a címkét, kinyomtassam, összepakoljam, kitöltsem a vámpapírokat, minden szart. Úgyhogy most már mindjárt a dél van. Ja, úgyhogy a hétfőn felteszem. Na, amúgy aki Floridában van, és akar küldni nagyobb csomagot, lehet hajóval küldni ilyen Romániába. 48 dollár minimum. 40 poundot ki kell fizetni, 1 dollár 20 cent poundja. És 4-5 hét alatt hazai hajóval menjen. De ez most sürgősebb, úgyhogy ezt repülőpostával küldöm. Na jó. Menjek is. Mit kell vigyek? Viszem ezt a papírt. Az éjjel valami balhé volt itt kint. Raki, mit csinálta a fiam az éjjel? Hallom, hát ugatott, ugye általában minden éjjel egy kicsit ugat, menjen itt körbe. És ugat. Rakiá, mit csináltál az éjjel? Mit csináltál az éjjel, ha? Úgy hangzott, mintha verekedtél volna valakivel, valamivel. Egyszerre hallom egy nagy mórogást. És úgy olyan, mint mikor úgy összekap két kutyas, úgy hempergóznak egyet a földön. Egy olyant hallottam. Arra ébredtem, úgy hajnalba. Nem tudom, 3 óra felé. És kiszólok, hogy mi a helyzet. Nem válaszolt, aki csak kijövök. Nem jöttem, kijövök az ajtóba, s felmet kirúgtam, s hívom. Hívom az öreget, s nem válaszol vissza. Hó, tal. Veszem, valahol elment, lehet, bejött egy kóborkutya, s elkelgette, vagy valami. Mert szóltam, és nem szólt vissza.
Aztán de egy pár óra arra, mikor megint megébredtem majdnem a felé, akkor itt volt, de... Na. Nem tudok vinni a postára. Vakia. Ja, el van borúva mindenfelé. Tudtam másni fog, úgyhogy az este elraktam ezt, azt, ami kint volt, aksitőtő, meg ilyen olyan cuccokot. Tehát nem eshetett sokat. No. Ki kell takarítsam az utánfutót, és felszereljem a GPS-et, hogy melyek jövő hétvégén. Hova tettem a töltőit, azt jó lenne tudni. Fel se teszem most a sisakot, mert itt melegben majd, mikor kiérek a főútra. Mit kell még csináljak? Posta. Meg kell tankoljam a motrot. Oké. Okay. Köszi, jó lejről.